Lebontásra került a régi épület, ami egy időben szenes volt, fáskamra, aztán később raktár. A vizes blokkot is teljesen lebontják, és egy új, vadonatúj vizes blokkot, öltözőt és egy szakelőadót építenek. A legrégebbi épületünk, tehát nyilván az ősi iskola. A másik két épületen már nagyon sokszor volt felújítás, eleve a Varró 4-es az egy újabb építésű, úgyhogy itt volt az ideje, hogy valamit kezdjünk a Calvin 2-nek az épületével. A legnagyobb gondokat akarjuk megoldani, a legnagyobb problémánk a vizes blokk, és a vizes blokknak a mai modern kultúrált formájából való kiépítése, úgyhogy egy pályázatot, amit nem most, hanem régebben nyertünk meg, azt átgondoltuk, és egy olyan tervet készítettünk, és egy olyan koncepciót tettünk össze, aminek a középpontjában itt lehet látni, hogy a Városháza felüli oldala lesz a iskolának. Egyrészt lebontva, másrészt pedig egy új szárnyal kibővítve. Tehát amit fognak majd látni a kedves televízió nézők, vagy akik erre járnak, hogy a mögöttem lévő és már megbontásra került régi épületet, ami egy időben szenes volt, fás kamra, aztán később raktár, azt teljesen lebontjuk nullára. Itt a vizes blokkot is teljesen lebontjuk, és egy új vadonatúj vizes blokkot, öltözőt és egy szakelőadót fogunk építeni. Ami töblete ennek az új épületnek nem csak az, hogy nyilván a legmodernebb technológia, hanem gondolunk a megújuló energiára is, és terveztettünk napelemeket. Nem volt egyszerű engedélyeztetni, de sikerült, és hálások is vagyunk érte. Úgyhogy megpróbáljuk a 21. században átfordítani ezt az egyébként 200 éves épületet ezzel az új szárnyal. A további gondolatunk az, hogy a Calvin utca felüli részen leszedjük a tetőt, oda is megpróbálunk majd tenni napelemet. A tervük szerint a pálya zöld színű lesz, azért, hogy egy kicsit azt éreztessük, kompenzáljuk az aszfaltot. A zöld szín az mégis valahogy a környezethez való visszavitelt jelenti. Ezt a sportpályát, sportudvart teljesen fölszedjük, illetve rekordtán pályát alakítunk ki, és amit mellettem van, ez a kosárpálya, azt is megpróbáljuk rekordtán anyaggal lefedni, tehát hogy egy kicsit olyan otthonosabb legyen, meg egy kicsit a beton és az aszfalt dzsungelből a gyerekeket közelebb hozzuk a mostani modern világhoz. Nyilván kényelmesebb lesz, nem fognak, ha nehogy Isten ellesnének, nem fognak ütődni. Nagyon szép modern épületrész lesz itt, tehát a szép érzéküket is fogja növelni. A tervünk szerint ez a pálya például zöld színű lesz, azért, hogy egy kicsit azt éreztessük, mert a két jár azt tudja, hogy itt valóban minden az épület, és a beton meg az aszfalt hatását kelti, tehát egy ilyen épített környezet, amit ezzel tudunk egy kicsit kompenzálni, hogy a zöld szín az mégis valahogy a környezethez való visszavitelt jelenti, és a továbbiakban pedig szeretnénk majd ágyásokat tenni, de ilyen mesterséges kis ágyásokat, ahol majd kertészkedhetnek. Tehát egy kicsit megpróbáljuk valóban koncepciózus módon átgondolni, hogy a gyerekeknek legyen egy abszolút belvárosi környezetben is valami tapasztalásuk az egyébként csodálatos környezetünkből. Mivel a beruházás késéssel tudott elindulni, így jövő május környékére várható, hogy kész lesz. Most a gyerekektől az udvar egy részét elvették, de a végeredmény megéri. Nyilván igyekszünk, mert az árak azért nem kíméletesek hozzánk, tehát pörgetjük, ahogy lehet, a kivitelező erre nagyon-nagyon rá fog feküdni. Másrészt pedig itt körbe van véve már egy része ennek az udvarnak, ezt elvettük az iskolától, természetesen ez is kellemetlen. Itt van egy konténer, WC, azt csináltuk meg, most a fűtést fogjuk átalakítani, kihozzuk, mert a hátsó részben van a kazán, kihozzuk egy önálló részre, megint el fogunk majd vele foglalni területet, tehát nyilván nem a legideálisabb, de azt hiszem a célért érdemes.
Ha kész a Calvin 2, a Calvin 5 udvarát is szeretnék rendbe tenni. A Calvin 5-ös udvarára oda tervezünk egy műfős pályát, hiszen a gyerekeinknek ott nagyon-nagyon komoly akadályok vannak, hogy tudjanak mozogni, hiszen ott vannak olyan fák, amik már sajnos tényleg életveszélyesek. Amúgy is hozzá kell nyúlni, de akkor már ezzel együtt gondoljuk megalkotni. Itt a óvodánál is tervezünk egy ovi foci pályát megcsinálni, mert erre is van igény, erre be is adtunk egy pályázatot, meg az önrészt is már befizettük, úgyhogy ha minden igaz, a Jóisten megsegít, akkor jövőre ebből lesz valami. Ez a műfőves pálya, ez ami a legnagyobb kihívás számomra. Én azt hiszem, hogy jövő őszre az át fog tevődni, de ott is egy fejlesztést akarunk csinálni, és akkor a harmadik pedig azért a Varró 4-et se hagyjuk ki. Én ott szeretném azt elérni, hogy több legalább zöld hatású a környezethez valóban közelítő része legyen annak az udvarnak, úgyhogy ott is valószínűleg, hogy magas ágyásokat fogunk tenni, és akkor ott próbáljuk majd a gyerekeket egy kicsit, a kicsiket is ránevelni arra, hogy főleg most azt hiszem, hogy ebben a világban újra visszajön az öntevékeny termesztésnek a világa, hogy hát ha ott valamit majd, akár zöldséget, akár virágot tudnak majd ültetni, tudnak gondozni. Úgyhogy vannak koncepcióink, ami a jövőre nézve megváltoztatják a profilját, az arculatát az iskoláknak, és persze hát a középiskolák az meg megint egy másik történet.